Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Megkezdődött a demográfiai csúcs Budapesten. A magyar kormány által kezdeményezett Élet- és Családpárti Szövetség további bővülését és erősödését várják a 4. budapesti demográfiai csúcstól. Fűrész Tünde, a Kopmárja Intézet a népesedésért és a családokért elnöke a Magyar Nemzetnek azt nyilatkozta, a magyar család és népesedés politikai modell olyan fához hasonlítható, amelynek folyamatosan nőnek és erősödnek az ágai, és amely mostanra már láthatóan termőre fordult. Fűrész Tündével beszélgetünk, fókuszban a rendezvény és a család. Így van, Fűrész Tünde van itt velünk. Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm. Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat. Kezdjük akkor a konferenciával. Nyilván ön is figyelte a reakciókat, figyelte a beszédeket. Mik a benyomása erről? Mennyire volt szakmai ez a rendezvény, mennyire volt politikai ön szerint? Ez nem egy tudományos rendezvény volt, legalábbis az eleje a mai nap már sokkal inkább a szakmai ügyekről szól, de hát nyilván önök is látták, hogy nagyon magasrangú állami vezetők nyitották meg ezt a rendezvényt. Itt volt a szerb elnök, Bosznia egyik elnöke, a cseh miniszterelnök, a szlovén miniszterelnök, tehát olyan állami vezetők jöttek el erre a demográfiai csúcsra, akik ugyanúgy, mint Magyarország miniszterelnök és Magyarország kormánya hitet tettek amellett, hogy a demográfiai problémákat alapvetően a családok támogatásával és a családok védelmével kell megoldani. Egyébként ez a családok védelme, aztán beszélünk szakmai kérdésről is, csak azért kérdeztem, mert ugye Orbán Viktor is beszélt, és ugye ő azt mondta itt a családpolitikának a részeként egyébként, hogy az óvodákban szerintem már félre akarják nevelni a gyermekeket, Pride aktivistaként használják őket, gyermekeken népszerűsítik a szabad nem választás. Szóval hogy látja, hogy ez mennyire jellemző akár tényleg mondjuk Nyugat-Európában? Ja, nagyon sok résztvevője van ennek a demográfiai csúcsnak, 18 országból érkeztek, igen, és egyébként 70 előadó ad elő. És hát ott a szünetekben, meg hát általában az előadások közben is nagyon sokat lehet velük beszélgetni. És tényleg meglepő az, amit sok nyugat-európai országból érkező mond, és így fel, hogy ez a felismerés így megjelenik náluk, hogy mennyire messze kerültek igazából attól a fajta hozzáállástól, amit Magyarországon még egyébként természetes. Tehát miniszterelnök úr is elmondta beszédjében, hogy azért támadnak minket Nyugat-Európában, mert azt mondjuk, hogy az apa az férfi, az anya pedig nő, és igazából akik itt részt vettek, azok azt mondják, hogy bizonyos érzik ezt a veszélyt sok esetben az országukban, hogy ilyesmit már nem lehet csak úgy büntetlenül kimondani. És ezzel szemben próbál fellépni ugye a magyar családpolitika. Beszéljünk akkor a számokról, hogy önnel hogy látja, hogy hogyan alakulnak a tendenciák. Én megnéztem most a legfrissebb KSH adatokat, de hát nyilván ön is látja, meg nagyon jól ismeri, és a tendenciák nem túl jók. Itt az adatok szerint például az év júliusában 8153 gyermek született, 9632-en haltak meg, és tulajdonképpen csökkent a gyerekek, mármint a születő gyerekek száma. De amikor demográfiáról beszélünk, akkor egyáltalán nem érdemes hónapokat vizsgálni, de még azt mondom, hogy éveket se. Ez fontos látni, hogy amikor demográfiai folyamatokról kell beszélni, akkor igazából évtizedekben érdemes gondolkozni, hiszen egy-egy hónap az nagyon sokféle képet mutathat. Márciusban például közel 10%-kal nőtt a születések száma, most valamennyit csökkent, de ha összességében nézzük, vagy akár a múlt évhez képest nézzük, vagy akár 2010-hez képest nézzük, akkor viszont bizakodók lehetünk, hiszen nem is annyira a születések száma az, ami meghatározó, hiszen Magyarországon majdnem 20%-kal kevesebb a szülőképes korban, vagy a gyermekvállalási korban lévőknek a száma, tehát ebből következik, hogy olyan óriási áttörést nem is lehet elérni a születések számába, viszont a gyermekvállalási kedv az változatlanul nő, és igazából 2010 óta Európában nőtt a legnagyobb mértékben. Itt nálunk Magyarországon a fertilitási ráta, vagy a termékenységi ráta. Ugye ezzel most már megelőzzük az uniónak az átlagát, 2010-ben még mi voltunk a sereghajtó. És mit gondol, hogy mivel lehet a leginkább ösztönözni mondjuk a gyermekvállalást? Itt gondolok nyilván az anyagi támogatásokra, de hát nagyon-nagyon sok és egyéb komplex problémáról beszélünk, munkavállalási lehetőség,
minőségről, nők helyzetéről, nők visszatéréséről ugye a munkaerő világába. Tehát nagyon-nagyon sok bölcsődeiekről, óvodaiekről, tehát tényleg nagyon komplex problémáról van szó. Így van, nem véletlen, hogy a magyar családpolitika is önmagában is nagyon komplex, nagyon sokféle élethelyzetre, nagyon sokféle megoldást nyújt, sok esetben összekapcsolódik a munkavállalással, hiszen amikor a munkavállalás az biztosított, akkor általában a gyermekvállalás is sokkal nagyobb arányú. A miniszterelnök úr mondta el a tegnapi beszédjében, hogy fontos az, hogy aki gyermeket vállal, az ennek a gazdasági előnyeit is élvezze, tehát az a cél, hogy aki a gyermek mellett dönt, az akár anyagilag is jobban járjon, mintha ugyanezt nem tenni. Ugye korábban voltak olyan időszakok, amikor a gyermekvállalás az egyértelműen szegénységi kockázatot jelentett. Most már egyre több olyan intézkedés van, amikor egy gyermeket vállaló, egy gyermeket nevelő család jobb anyagi helyzetbe kerülhet, akár az adókedvezmények miatt, akár az otthonteremtés miatt, babaváró támogatás, és még sorolhatnánk ugye jövő évben a visszatérített személyi jövedelemadó, és hát még sorolhatnánk azt a sok intézkedést, amely előnybe hozza azokat anyagi szempontból is, akik gyermeket nevelnek. Ugye beszéltünk arról, ön is azt említette, hogy nem érdemes pillanatfelvételeket készíteni, mondjuk havi, akár évi adatokat nézni, és említette, hogy érdemes ugye sok évre visszatekinteni. Ha most megpróbálunk egy picit előre nézni, mit gondol, hogy hol fordulhat meg az a trend, ami ellen mondjuk önök is, meg hát nyilván a kormányzat is küzdenek, tehát hogy egy picit visszaforduljanak a csökkenő tendenciák. Tehát ez mikor várható, mikor kell annak tekinteni, hogy megfordulhat ez a trend? Ugye azt látjuk, hogy a magyar emberek alapvetően gyermekpártiak, családbarátok, hogyha megkérdezzük magyarokat, hogy hány gyermeket szeretnének, akkor itt mindig kettő fölötti érték jön ki átlagosan, 2,3 körül. Tehát azt látjuk, hogy a népesség újra termelődik. Ettől viszont, bocsánat, hogy szalva vágtam, igen, de azért ettől még messze vagyunk, tehát hogy mondjuk mindenki két vagy akár több gyereket vállaljon, ez azért még nagyon messze van, nem? Így van. Ugyanakkor fontos elmondani, hogy 2010-ben 5 tervezett gyermekből 3 született, meg most már 4, tehát hogyha így haladunk, akár 2030-ra elérhetjük azt, hogy 5-ből 5 is megszülethet. Most tartunk nagyjából ez út felénél, ahogy miniszterelnök úr is fogalmazott, az a cél, hogy minél ezeket az akadályokat, amelyek megakadályozzák azt, hogy valóban annyi gyermeket vállalhassanak a magyarok, amennyit szeretnének, ezeket minél inkább sikerüljön lebontani. Ez szolgálja az a rengeteg családpolitikai intézkedést, amelyek az elmúlt években születtek, és amelyeket igénybe tudnak venni a magyar család. Fűrész Tündének, a Komp Mária Intézet népesedését és családokért elnökének. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk. Szép napot kívánok, viszont hallásra. Köszönöm szépen.